Kellemes karácsonyt kívánok minden kedves battlefield.hu tévénéző cimborának. Eljött a 2013-as év utolsó túravezetése, és hála a jó Istennek az utolsó China Rising DLC-s mapunk következik most, ami nem más, mint Guilin Peaks. El is kezdődött a 800 tikettes Conquest Lodge mérkőzésünk. 7 darab kontrollpontért fogunk újfent megküzdeni, és azt hiszem most el kéne indulnunk a C kontrollpontra. Hát már még egyelőre a szürkén van, az van hozzám a legközelebb, és még idáig nem nagyon hatolt be az ellenség egyelőre, de már is megérkezett, kellett nekem ezt kimondani. Megvan az első áldozatunk, keressük meg a következőt. Erre nem is kell olyan sokat várni, hisz itt is az úriember. Megvan a második, és még kettő darab úriember megtalálható itt a helyszínen, és hát velük is sikerült végezni. Na, hát idáig egy jó kezdet volt. Kb. 30 másodperc kellett ehhez a kis akcióhoz. Kicsit el is fáradtam így nagy hirtelen, de most menni kéne a B pontra, hisz most az enemy kézen van. És hát annak ellenére, hogy 4 emberkével is sikerült végeznem, hát azért csak belehúzta a drága enemy is, és befoglalt még 3 kontrollpontot, úgyhogy meg kéne őket akadályoznom az itteni tevékenykedésben. Hú, elég hosszú volt ez az év számomra, meg szerintem mások számára is, és hát a BF-ben is elég sok minden történt ez idő alatt. Hát ugyebár nemrég megjelent a Battlefield 4, és hát jó pár dolog kiderült erről a játékról, hát esportra még egyelőre alkalmatlan, és hát a DICE-on múlik az, hogy mit fog hozni a jövő, ledobálja az embereket a szerverről, vagy nem dobálja el le. Nem szeretnék nagyobb jóslatokba bocsátkozni, de majd meglátjuk, ki tudja, hogy még mit fognak ezek alkotni. Mindenesetre addig nem fognak új DLC-k megjelenni, amíg állítólag ki nem javítják a játékban megbúvó hibákat, szar netcode, meg hasonló dolgok. Tudnotok kell, hogy mivel az eddig megjelent pályák mindegyikéből mentem már egy túravezetést, tehát nem lesz újabb túravezetés, amíg nem jön ki egy újabb DLC, és nem lesz új pálya, amit be lehet majd mutatni. Esetleg, hogyha majd az oldalon lesznek valami közösségi események, lehet, hogy arra ellátogatok majd, de mivel hát családapuka vagyok, azért erre nem látok akkora nagy esélyt, de azért majd megpróbálok valamilyen szinten részt venni én is a közösségi életben. De nem titok, hogy hát felettem már nem kicsit eljárt az idő, és új emberekre, friss vérre és tapasztalt új emberekre van szükség, akik jártasak mindenféle játékban. És hát nyugodtan lehet videókat és hasonló formátumú cikkeket és ilyeneket küldözgetni nekünk, vagy esetleg segíteni a munkánkat, mert hát jó ideje már elég kevesen vagyunk, mint szerkesztők, és így próbáljuk meg életben tartani a közösséget, és mondjuk úgy, hogy mozgatni a magyarországi szálakat, ha léteznek ilyen szálak. Na, de a kicsit elkanyarodtam a játékunktól, hát az állás jelenleg kínaiakkal vagyunk, 772 tiket, míg az amerikai haderő 785 tiket. Hát jelenleg 4 darab kontrollpont van a mi kezünkön, hát a D-t azt most fogjuk befoglalni, és 2 darab, az A és a C van a amerikaiak kezén. Úgyhogy egyelőre mondjuk úgy, hogy nekünk áll a zászló, mármint hogyha ezt a tendenciát sikerrel tudjuk tovább folytatni. De hát azért 800 tiket alatt bőven történhet még itt azért esemény, és most már is betámadjuk a G-t és megnézzük, mit tudunk kezdeni az itt található úriemberekkel. Ez az egyik úriemberrel sikerült végeznünk, úgyhogy eddig jó a küzdelmünk. Megpróbálok benyúlni a zászlónak a húzó körzetébe, és ott látok egy fickót, lepattani a motorról, és hát próbált szerintem átszállni kadra, vagy nem tudom, valami másféle járműre, de hát nem igazán hagytam neki, hogy érvényesítse ezt a fajta szándékát, és most megbúvok itt a sarokba, és ez jó ötletnek bizonyult, hisz már is jött volna rám egy drága jó mesterlőjét szimbola, de hála égnek a társaim vették a lapot, és gyorsan a segítségemre siettek, és jönnek ők is húzni a zászlót, úgyhogy talán már így nyugodtabban fogom tudni kivitelezni ezt a feladatot. Ó, micsoda hangokat adnak ki ezek a katonák néha napján. Na, és meg is van a G-pontunk, és menni kéne tovább a C-re. Úgyhogy már is motorra pattanok, és meglátjuk, mit évő tudok majd lenni. Jaj. Hát összességében, hála égnek engem, annak ellenére, hogy rengeteg hibája, és mondjuk úgy, hogy kellemetlenség fordult elő a Battlefield 4-ben más játékosok szemszögéből. Én elmondhatom magamról azt, hogy mint a prealfába, mint a bétába és mint a teljes játékba zavartalanul tudtam játszani, anélkül, hogy ledobált volna a szerverekről. Annak ellenére, hogy
postalicska konfigon van, mert hát azért épp hogy csak jó ez a játékra, korán sem tudnék ultrán vagy hasonló módban játszani. Mindenesetre a szerencse mellém állt, és valahogy be tudták úgy lőni a gépet, hogy azért nem annyira, és a játékot, hogy nem annyira jó gépeken is elfusson. És ott van egy úriember, és hát most érkezett el annak az ideje, hogy valahogy nekik adja most a játék. Úgyhogy kicsit megint fel kéne kötnöm a gatyót, és megzapoláznom az itt található ellenséges erőket. Hát most a célre visszajövünk, mert egyből befoglalta megint az enemy. Úgyhogy megpróbálom megint most húzni az zászlót a kedves társaimmal egyetembe. És azt mondja, hogy pont jól dobtam el a gránátot, és itt volt egy mérnök, aki hát megpróbált volna minket elintézni, de hát annyira nagyon nem jött neki össze a dolog. És egyelőre még nem látok semmilyen ellenséges erőt. De most kezdtek el engem lőni a messzi távolból. Még szerencse, hogy meddig pakot leraktam itt a közelemben, mert különben meg is bosszultam volna, mint ahogy a kedves kollégám most el is hervadt egy rövid időre, amíg vissza fel nem tápoltam. És sikerült befoglalni a C-t, úgyhogy most mennünk kéne tovább a B-re. Majd meglátjuk, hogy ezt mekkora sikerrel fogom tudni kivitelezni, mert hát azért vannak megint ott is ellenséges erők, és annak ellenére, hogy vannak járművek ezen a pályán, hiszitek vagy sem, a méretei és a járművek ellenére ez egy infantri pálya, bárki bármit mond, ez egy infantri pálya. Az alagutakban ugyanis nem nagyon tudunk úgy használni járművet, hogy annak értelme is legyen. A helikopterek annyira nem játszanak döntő szerepet, mert ezek inkább szállító helikopterek. Jó, persze vannak rajta ilyen minigunok, de hát, hogy is mondjam, azért az nem képviselnek akkora erőt, hogy számítson ezen a játéktéren, legalábbis az én véleményem szerint. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy infantry pálya, a China Rising DLC és mapok közül ez az egyetlen. Nem is tudom, hogy erre nagyobb ilyen páncélos járműveket vagy tankokat miért is nem raktak, legalább valami jeepeket rakhattak volna, mert talán úgy egy kicsit színesebb lett volna ez a játéktér, de hát na most jó dűnött a DICE, hogy kell egy ilyen is. Szépnek szép az tény, és való már elég jó kis dzsungeles timbes dombos pályára sikerült, és most úgy néz ki, hogy túl nagy hével lendültem bele a kontrollpont betámadására, és csak egy darab úriemberrel tudtam végezni, még a messzi távolból egy partról sikeresen leszedett az illető úriember. De mint megszokhattuk, azért ennyivel nem szoktuk feladni a dolgokat, hát jelenleg kettő darab kontrollpont van a mi kezünkön, most úgy döntöttem, hogy kicsit, hogy squadot váltok a jobb elhelyezkedés szempontjából, hát az F-et elkezdték húzni a társaim. Nekem meg itt lehet a célra kéne tovább nyúlni. Majd meglátjuk, hogy mekkora sikerrel tudom kivitelezni ezt a betámadós feladatot. Ott van egy mesterlövész. Na hát vele legalább sikerült végezni. És már is jövök a kedvenc húzó pontomra, már itt azért nagyjából bőrbe vagyok, meg még nem is robbantották szét a falakat, hogy ne tudjunk itt megbújni. Mondjuk ez egy elég nagy hiba a célnél, mindig be kell robbantani itt a falakat, mert ha nincs fedezék, akkor könnyebb a támadás. Kedves kollégát megint megpróbálom feléleszteni, és ez sikerült is. Lehet, hogy egy medic pakot is kéne dobnom a fiúknak. Hát ezt a feladatot sikeresen kiviteleztem is. És úgy néz ki, hogy az ellenség is, ellenséges aktivitás is megszűnt a környéken. Hát remélem, hogy azért a 2014-es év a sikeresebb lesz, mint a 2013-as, mint az oldal történetében, mint a Battlefield 4 játékban. Talán a jövőben megjelenő DLC-k sokkal jobbak lesznek, mint az eddigiek. És talán végre most már egyfajta szinten is el fogunk jutni oda, hogy legyen értelme ennek a játéknak, mert addig, amíg ledobálja az embereket a szerverről, meg olyan hitregje van, hogy tulajdonképpen, ha mellé lövünk az emberkének, néha azt is találatnak jelzi, vagy esetekként fordítva, addig annyira nagyon nincs miről beszélnünk. De, mint a kijött patch egy picit javította volna a dolgon, de még mindig nem tökéletes. Eléggé véres harcok kezdtek itt kialakulni a D-nél. Megpróbálok életben maradni, bár ez annyira nem könnyű. És hát eddig is tartott a karrierem. Mindenesetre egyelőre jól állunk. Hát nem könnyű küzdelem, ezt kérem szépen. Jelenleg az állás 667, most megint squadot váltok, mert hát mindig folyamatosan ezt kell csinálni. Na, jelenleg az állás 601, 639, úgyhogy most kicsit bele kéne húzunk, mert az azért
most jelenleg az amerikaiak állnak jobban, de a D-t már is elkezdtük visszafoglalni. Na. Azt mondja, folyamatosan jönnek megint itt az úriemberek, próbálják betámadni a D-t. És azt mondja, hát RTG-t akart ott az egyik illető, ebbe a merész feladatba próbálta megakadályozni, kisebb-nagyobb sikerrel. És már is a B-ről jönnek motorral. Reménykedtem benne, hogy sikerül végeznem az illetővel, de csak 19 HP-t szedtem le róla. Mindenesetre a többiek megtették ezt a feladatot helyettem, úgyhogy nyomulhatunk a B-re. Legalábbis én megpróbálok. Más kérdés, hogy a többiek mit fognak csinálni. Egy enemy próbált volna közben messziről lőni minket, ugye adtam neki egy kis... Oly, volt hát, ha ezzel megrémítem. Ha én sikerült is elintézni az illetőt, visszafelhúzzuk a társunkat, aztán bebújjunk ide. A lényeg, hogy ezen a pályán mindig a control pontokon próbáljuk fedezéket keresni, és a húzókörön belül meglapulva elintézni az ott található úriembereket. Tehát mindig általában jönni fognak ránk betámadni minket, és valami jó védőzónát kell találjunk, hogy be tudjuk foglalni a bázist. Ezt egyelőre sikeresen el is intéztük, és most szerintem én a célre fogok menni. Hát a D-nél most komolyabb csaták lehetnek kialakulóba, de néha van egy olyan szokásom, hogy nem mindig megyek arra, amerre a többiek számítanának rá. Itt vagyunk a célnél, és sehol egy ellenség, úgyhogy úgy nézem, hogy ez a taktikám most kifizetődő is volt, már látom, hogy most minden ellenséges erő a D környékén aktivizálta magát. Célnél sehol senki, úgyhogy nyugodtan tudom foglalni az ászlót. Hát, az állás jelenleg 542-622, még mindig az amerikaiak vezetnek, de ha sikerül egy kicsit összeszedettebb játékot elérnünk, és csapatban is egy kicsit jobban összedolgozni, akkor talán még képesek leszünk megfordítani ennek a mesnek a kimenettelét, volt már ilyenre példa. Na, már csak az a kérdés, hogy merre kéne tovább mennünk, hát egy motor van itt a közelünkbe, és már is rongyulnunk kéne a következő ellenséges két alatt lévő kontrollpont felé, szerintem az pedig a D lesz, mert a G az most a mi kezünkön van. Hát, próbálkozzunk meg a D-vel. Más egyebet most nem igazán tudnék tenni, szép óvatosban mindig itt a fal mellett meglapulva próbálok a ballangokon keresztül eljutni a D-re. Az a baj, hogy a D-re csak ballangokon keresztül lehet jóformán eljutni, kivétel az A kontrollpont irányából a tisztáson keresztül átvágunk, csak hát az a baj, hogy az nagy nyílt terep, és ott könnyen le tudnak minket puffantani, vagy mesterlövészek, vagy egyéb ilyen összetevők. És sikeresen beszürkítettük a D-t, húzzuk is az ászlót. Hát így a minimapot próbálom figyelgetni, itt van valahol egy ellenfél. Hát vele sikerült is végezni, és a meglepő módon csak egyetlen egy darab úriember volt itt. És be is foglaltuk a D-pontot, jól van. Ennek a pályának az egyik nagyon nagy jellegzetessége, hogy másodpercek alatt, vagy fél percek alatt tulajdonképpen az összes kontrollpont gazdát tud cserélni. Hát most is megnézitek, volt az előző fél percben kb. Két kontrollpontunk volt, és most is megnézitek, a 7-ből 5 a mi kezünkön van. És már is támadjuk befele az F-et. Mondjuk az egyik legnehezebb pályán, most pálya, ahol B-zépet lehet elérni, szerintem ez a szállító helikopternek köszönhetően, meg a rengeteg ilyen növényzetnek köszönhetően, ahol megbújhat az ellenség, és hát kb. Annyiféle helyre lehet menni, mint a szélrózsa iránya. És ezzel az F-et is sikeresen beszürkítettük, és tulajdonképpen probléma nélkül meg fogjuk szerezni a bázis fölött az uralmat. És itt látható, már lassan le is forogtuk a hátrányukat az amerikaiakkal szembe. És most már is betámadjuk az E-pontot. Legalábbis megkíséreljük betámadni. És ha jól látom, egyelőre ellenség sehol nincsen, úgyhogy simán jöhetünk ide. És megint nagy erővel próbálunk fedezéket keresni. Amit sikerült is kiviteleznünk. És már is jönnek a társaink is segítséget nyújtani a zászló húzásban. Minél többen vagyunk egy zászló közepében, annál gyorsabban tudjuk lepörgetni a zászlót. És közeledik az amerikaiaknak a szállító helikopter, úgyhogy jó lesz egy kicsit vigyázni. A másik jellegzetesség ennek a pályának, hogy mérnökök nem nagyon szoktak itt mászkálni, legalábbis nagyon elvétve. A helikoptereket elég kevesen veszik tűz alá. RPG-t nem nagyon érdemes hoznunk magunkkal a pályára, mégis, hogyha mégis mérnökkel jövünk, hanem inkább Iglát vagy Stingert, ami a helikopterre lett kitalálva. Hát próbáltam volna a kedves kollégát feléleszteni, de inkább úgy döntött, hogy
elcsúdik a szerverről. Mindenesetre meg úgy döntöttem, hogy innen menekülni kéne, és megpróbálom az A pontot betámadni, de hát pont rosszkor voltam rossz helyen, és hát pont a hátam mögött volt egy ellenséges úriánvár, sikeresen tarkon lőtte a kis agyvelőmet. Semmi probléma, ilyenkor sose szabad feladnunk, mint a Battlefield, az a türelem és az idegek harcáról szól legfőképpen. De lehet látni, hogy nem sok ellenséges kézen lévő kontrollpont van, úgyhogy már nagyon jól kezdtük el csinálni a dolgokat. És most én már is megyek a célra, mert az ellenség azt kezdte elhúzni. Kérdés, hogy hányan vannak itt, hát egy mérnököt már mindegy bizonnyal láttam. És több nem is volt itt ezen a helyszínen, mert utána intéztem az úriembert. Sikeresen tudom húzni a zászlót, magyarán a húzókörön belül nincsen ellenség. Az ilyenekre mindig jó, hogyha figyelünk. És hamarosan be is fog szürkülni. Már csak a kérdés, hogy hova akarnak majd leszületni az enemék, hát ide már nem tudnak, ha csak addig, amíg piros nem volt az ászló, addig nem születtek le, de egyelőre semmi ellenséges mozgás nem látunk, úgyhogy szerintem simán meg lesz ez a kontrollpont. Az állás jelenleg 516 a kínaiaknak és 444 az amerikaiaknak, és már is mi vettük át a vezetést. És már kéne a következő áldozatunkat megkeresni, hát a G az elkezdett villogni, egyelőre megszűnt a villogás, de ennek ellenére megpróbálok arra fele menni. És nézzük is. Ó, hát annyira jól vezettem most megint a quaddal, hogy sikeresen belementem egy hordóba. És ennek az volt az eredménye, hogy szépen felrobbantam a hordóval és a quaddal együtt, úgyhogy elmutatom magammal, hogy a túravezetésem során idáig megöltem magam autóval, vadászrepülőgéppel és most egy quaddal is. Úgyhogy azért sikeresen folytatom ezt a fajta öngyilkos mártír szériámat. Na de. Az ünnepek alkalmával azért el lehet mondani, hogy jó pár ilyen stresszes napon keresztül mennek az emberek, és egyik legjobb feszültséglevezetés nem más, mint feljönni az egyik szerverre battlefieldezni, hisz ilyenkor nyugodtan szemrevenés nélkül lőhetjük le egymást. Ezzel is egy kicsit oldva a feszültséget, amit ilyenkor az ünnepek keltenek bennünk, mert hát azért valljuk be őszintén, annak ellenére, hogy a karácsony a szeretett ünnepe azért sokakban inkább az ellenkezője ébred. Hála, hogy mindenki egyszerre akar karácsonykor boltolni, és mindenkinek nagyjából ugyanazok a karácsonyi cikkek kellenek, kivétel, hogyha egy X5-ös BMW-vel akarjuk meglepni anyut. Mert hát ugyebár azért abból ilyenkor nem nagyon foly, legalábbis nem ilyesmiféle karácsonyi ajándékokat szoktak egymásnak osztogatni az emberek. Ezért jó lenne márciusban megélni azt is, amikor például anyudak vehetek egy X5-ös BMW-t. Bár ott tartanék már. Tehát akkor ő sem panaszkodna annyit, hogy ne gépezzek. Na és ide repültünk gyorsan ez a kis szállító helikopterrel az L-Control pontra. Elkezdtük húzni visszafele a zászlót, hát közben a helikopter is sikeresen leszállt. Nem mindig szoktam megvárni, hogy leszálljon itt a környéken ez a helikopter, mert volt már egy-két rossz élményem. Mondjuk ugye ehhez is pilóta kell, és ott egy illető úriember próbált meg menekülni, de nem nagyon hagytuk őt életbe, mert nem jó az, hogyha életben vannak közelünkben az ellenséges erők. És már is jöjjük ide a helikopterhez, menni kell tovább a következő pontra. A helikopternek az egyik előnye az, hogy mivel más jármű nem nagyon van ezen a pályán, és ha ellenséges helikopter is pont lefoglalja a saját csapatunk tűzereje, akkor csodálatosan tudunk ezekkel egyik kontrollpontról a másikra repdesni. És hát mondjuk úgy kvázi sokkal gyorsabban vissza tudjuk foglalni azokat az ászlókat, amiket az ellenség elhúz előlünk. Ezzel is egy kis erőművel teszünk szert. Hát az F-et is sikeresen beszürkítettük, gond nélkül vissza fogjuk foglalni ezt a pontot. És látható, hogy lassacskán már 200 tikettes előnyre tettük szert. Ugye ez a taktika idáig gyönyörű szépen kifizetődik. Én meg most úgy döntöttem, hogy hagyom a helikoptert, egyelőre elég volt ennyi a repdesésből. És most gyalogszerrel elindulok a D-re. Annál is inkább oda hiába mennénk helikopterrel, mivel egy barlang belsében van a D-nek az ászlója, így legfeljebb csak mellette tudnánk leszállni. Hát de úgy nézem, mire odaérek a délre, addigra többiek be is fogják azt foglalni, úgyhogy mehetek már is tovább a következő ellenséges készen lévő kontrollpontra, ami a képek tanúsága szerintem a B lesz. Hát, még jó, hogy ezt kimondtam, mert be is foglalták az amerikaiak. Úgyhogy megpróbálok valahogy itt meglapulni a környéken, össze felmérem magam körül a terepet. Aztán szép óvatos belindulunk. Egyelőre nem látok ellenséges erőket, és a B-ről általában mindig ilyen
bal oldalt van egy ilyen kis ösvény, olyan szoktak felkúszni, és sose így a ballangon keresztül próbálnak meg bejutni, mert én mindig erre jövök pedig. Valamilyen jobban bejön, és nem is nagyon találkozok itt annyi ellenséggel, mint szerették volna. És most megállt a csík, úgyhogy valahol itt ellenség van a közelbe. Ó, de jó. Pont le tudott tenni egy C4-et, és 1%-kal túlélte az illető úriember. Hát legalább most elmondhatja magáról a DICE, hogy ezt a hibát sikeresen kijavította, hisz ilyenkor általában egy döntetlen szokott lenni, de mint látható, a képek tanúsága szerint most 1%-kal túlélte az illető úriember. Semmi probléma, mert már is visszajöttünk a húzó körzetbe, és a többiek is itt vannak, úgyhogy annak ellenére, hogy az előbb itt hagytam a fogamat, valószínű most nem fog bekövetkezni ugyanez a verszió. Már csak az a kérdés, hogy tovább fogunk-e tudni majd menni a B-ről utána a C-re. Valami ellenségnek még lennie kell itt a közelben, szerintem milyen fura pittyegő hangot hallok, ha csak nem a saját mérnökünk dobott el itt valami szonát. Ó, nem is, ott van a mérnök, vagy mérnök, mesterlövész, akivel sikeresen végeztünk, és most lehet, hogy akkor mennünk kéne az ára, mert a C-t azt befoglalták több időközben a többiek. Kicsit kezdek elfáradni, azért ez az a baj a Conquest Live-ban, hogy azért minimum fél óra és maximum egy óra között szokott lenni egy körnek a futamideje. És hát azért igencsak el tudok fáradni én ilyenkor, pláne egy ilyen hosszú körnél. Ó, ott van egy úriember megfeküdve. És pont voltam olyan szerencsés, hogy belerohantam a gránátjába, de a kedves kollégáim meg voltak olyan kedvesek, és visszahoztak az életbe, úgyhogy be is foglaltuk az A pontot. De mondjuk úgy, hogy csak picit volt nekem ez öröm, hisz egy másik mesterlövész leszületett itt a környéken, és megpróbálta volna visszaszerezni itt az uralmat, de hát többé-kevésbé részt tudtam venni abban, hogy ebbe a feladatba megakadályozzuk. Na és most itt a G-nél kéne valami értelmes dolgot kiviteleznem. Azért is nem nagyon szeretem ezt a pályát, jó, mondjuk nem rossz pálya, de abból a szempontból nem kellemes, hogy amikor megyünk befoglalni egy ellenséges kézzel lévő kontrollpontot, sose tudhatjuk, hogy egy dől a ellenféllel kell-e harcolnunk, vagy esetleg a komplett amerikai haderő azon az egy kontrollponton próbál megbújni. Nem egyszer előfordult már velem ezen a mapon, hogy egyedül mentem egy kontrollpont ellen, és kb. 15-en vártokott rám. Hát ilyenkor a esélytelenek nyugalmával számoltam velük szembe. És más pályákon azért ennyire nagyon nem voltak ekkora a különbségek. Mindesetre most a B-t úgy nézem, hogy sikerül befoglalnunk. Egy ellenséges szállító helikopter zuhant, vagy hát ment el itt mellettünk, és befoglaltuk szépen a B-t, és már is megyünk a D-re, mert a bombázó, hát ezen a pályán is található egy ilyen marha nagy bombázó, amit a földről szoktunk irányítani, és ahhoz, hogy ezt a bombázót irányítani tudjuk, akkor a D-t nem árt befoglalnunk. Hát anélkül is tudjuk irányítani, csak akkor a nagyobb ellenséges aktivitásra számíthatunk ezen a környéken. De úgy nézem, hogy most drága jó amerikaiak is hanyagolják a D-t, annak ellenére, hogy itt van a bombázó. És itt volt, most szállt ki belőle az illető úriember, ezt a minimapra tekintve láthattuk. A piros nagy Boeing embléma hirtelen szürkére változott, és látható is, hogy a piros háromszög épp elfele távolodik a D felől, úgyhogy gondolom nyilván egyedül nem nagyon akar szembeszállni az itt található úriemberekkel, és simán meg lesz ez a kontrollpont. Az állás jelenleg 442-177, úgyhogy úgy nézem már elég jó előnyre tettünk szert, és talán már biztosítottuk csapatunk számára a győzelmet ezen a szerveren a mostani kör erejéig. Egyelőre, de hát majd mi ki tudja, mit hoz nekünk a jövő. És már is a A pont felé haladok. Már hogy az elkezdett villogni, és most be is szürkült, úgyhogy jó pár ellenség lehet ott. Megnézzük, mit tudunk velük kezdeni. Úgy látom, a többiek is felvették velük a kontaktot. Én egyelőre nem nyomolok be egyből a húzó körzetbe, először felmérem a terepet, hogy hol találhatók az ellenséges úriemberek. És azt mondja, egy úriember ott van, egyel sikerült végezni. Aztán ott a következő. Aztán nézzük. A harmadik úriember, akivel sikerült végezni. Na, egyelőre jó ideig a foglaló stíl. A negyedik úriember. Ledobok magam elé egy medic pakkot, mert nem árt, hogy kicsit visszatápolom magam.
és egyelőre 4 úriembernél tartunk. Elkezdtük húzni a zászlót, magyarán kiirtottunk mindenkit a húzókörzetből. És megpróbálok megbújni itt ezen a sarkon, és a kedves kollégám is jött ide segítség gyanánt. Objective Bravo has been neutralized. És be tudjuk-e szürkíteni? Be tudtuk szürkíteni, úgyhogy jók vagyunk idáig. A többiek is jöttek már ide. Úgyhogy talán már meg vissza fogjuk foglalni ezt a pontot. De majd mindjárt kiderül. Hálének kaptam egy kis amót is a kedves kollégától. És... megvan az 5. áldozatunk. A 6. És már csak egy 7. kéne. Hát az nem jött össze. Hát azt hiszem azért így is kivettem a részem a csatából. Hát az át nem hiszem, hogy vissza fogják már foglalni, legalábbis a következő pár percen belül. És még 129 ticketje van az amerikaiaknak, úgyhogy nem is olyan rossz küzdelem ez idáig. Már is jövünk az F-re, már elkezdett villogni az ászló, úgyhogy megpróbáljuk a többieket megállítani, mármint az amerikaiakat, hogy kivitelezzék itt a feladatot, vagy legalábbis feltartóztatni őket, amennyire csak lehet. Egy úriember itt van való a sziklánál, vele sikerült végezni. És a második úriemberrel is, de hát mint a túlerőt megszokhattuk, hát azért most is volt jó pár emberke, akivel számolnunk kellett volna, és hát egy tárral csak 2 úriember halálát tudtam biztosítani. És hát sajnos nem volt annyi időm, hogy tárazzak. De semmi probléma. Tulajdonképpen már különösebb gond nélkül szerintem kivitelezni tudjuk a mesnek a kimenetelét. Egyelőre most szerintem erre is kéne menni, hát megnézzük magunknak az F-et. Úgy amúgy tapasztalom, hogy általában más szervereken sokkal nagyobb gyalogos aktivitás van, most meg inkább általában mindenki motort, meg helikoptert használ, és nem nagyon mozog szabadon, így gyalogosan a dzsungelbe, ezt egy kicsit furcsálom is. De mindesetre most jövünk is ide az F-re. És mint látható, míg az előbbi temzsegtek az úriemberek, most tulajdonképpen ült helyük van. Úgyhogy különösebb, és egy különösebb, hát probléma nélkül vissza fogjuk szerezni ezt a zászlót, nem tudom hova tűntek innen, de lehet, hogy elmentek a G-pontra. Csak azt furcsálom, hogy mindenki elment, és egy-két ember nem maradt hátra, vagy nem indult el más irányba, hanem mindenki csak egy csoportba megy. Ez az, amit ezen a pályán sose szabad csinálni. Minden embernek más-más kontrollpontot kell célba vennie, mert hogy az egyik, mondjuk úgy, egyik emberkét likvidálják, annak ellenére, hogy... mi volt ez a robbanás? Egyik emberkénket likvidálják is az egyik kontrollponton, a többi kontrollponton még valószínű, hogy azért sikerrel járnak, és mindig a helyzeti előnyt próbáljuk kihasználni. Az a lényeg ezen a pályán, hogy mindig a lehető legtöbb kontrollpont legyen a mi csapatunk kezén. Valaki a messziből nagyon lövöldözött itt engem, hála égnek még időben fedezékbe tudtam hunolni, és itt vannak a többiek is a helikopter támogatását élvezve. Meg ledobtam itt egy medikpakot, mert úgy hallom, hogy szükség is lesz rá, és lehet látni a minimapra tekintve, hogy már jön is ide az ellenség. Legalább 4 fővel kell számolnunk, de szerintem ennél több van. Próbálom spotolni az itt található úriembereket, és hát próbáltam kicsit megsemmisíteni őket, de hát ebből a távolságból ez a fegyver annyira nem pontos, legalábbis az én kezem között. Na nézzük, van-e még itt valahol úriember, próbáltam őket spotolni, de egyelőre nem sikerül senki sem. Hát az állás 330-15, úgyhogy hölgyeim és uraim, azt hiszem elmondhatom lassacskán, hogy köszönöm szépen, hogy a 2013-as évben is nyomon követtétek a YouTube-os tevékenységemet. Köszönöm szépen a feliratkozásokat is és a lájkokat, aki feliratkozott és lájkolt értelemszerűen. Kívánok mindenkinek kellemes, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Remélem, csupa jó fog velünk történni a 2014-es évben, és mindenki megkapja azt a élettől, amit szeretne, és amire számít. Nos, lassacskán én vissza fogok vonulni, már hát családapaként azért olyan sok mindent nem fogok tudni tenni a közeljövőben, de igyekszem majd azért mindig foglalkozni a közösséggel, és megpróbálok még azért műsorokkal is szolgálni számotokra. BF4-ben minden bizonyal, de hát ki tudja, hogy még mit hoz a jövő. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, még egyszer, utoljára 2013-as évben, a következő adásig a viszontlátásra. Sziasztok!